Atika, muszáj ezt a felvétel. Sipos Judit vagyok. Igen. Kis Edit. Kis Edit. Most már lánykori nevem volt Edit. Biciklivel fára másztunk. Én már szerettem volna elmenni a május 1-i felvonulásra, soha nem voltam. Nagy szívfájdalmam, úgyhogy most már lehet, hogy nem is fog soha eljutni. Persze, jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van. Nem, a Lemezlovas klubban nem jártam. Nagyon de... Lemezlovas klub, ez jó, ez tetszik. Hát igen, hát más, mi más szerettünk, de... Nem, én Szándokánt hallgattam. És tépte a hajamat, és úgy mentem haza a héven, hogy így csomókba hullott a hajam, és azóta valaki hozzáér a hajamhoz, allergiás vagyok. Nem volt... Sok hajat leégett? Hát így elől így, de így gyorsan próbáltuk eloltani. De az nem volt egy jel, hogy nem kellene cigizned? De hát itt Indonéziában mindenki dohányzott. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Hol töltötted a gyerekkorodat? Hát nem ott, ahol te pincében. Nagyszülőjémmel. Ősvörösváron sokat voltam. Jaj, milyen hangja van az Editnek? Vedd fel a Béna, rossz, nem, fel, rossz hangom. Nem, akkor az zavarni fogja. Azért nem tettem fel. Rossz hangom. Nem, hát én nem azt mondom, csak hogy milyen hangod van a mikrofonban. Beszélj vele? Nem. De hogy kerültél Pilisvörösvárhoz? Tehát honnan jött? Hát a nagyszüleim ott. Vedd le nyugodtan a fülhallgatót. De ne vegye, tök jó. Nem, neki nem kell, hogy hallja. De most de zavarja. Pesten születtél, és a nagyszülők meg lementek Pilisvörösvárra? Hát az körülbelül 20 percre van Budapesttől. Hát jó, csak hogy oda kiköltöd, vagy eleve ott, ők ott éltek, és onnan mentek? Nem, Óbudán éltek. Uh-huh. Csak hétvégente, meg nyáron. Ja, ez ilyen nyaraló? Igen. Szerűség valami? Az telek. Jó. Na, és akkor neked ott voltál, és te sokat ott voltál. Sokat. Bővebben. Unokatesók meg ilyenek? Vagy, igen. Vagy ott voltak barátaid? Rengeteg unokatesó volt, igen. Hány unokatestvéred van? Hát más unokatestvérem van, sok. De mennyi? Mert mi voltunk 12-en. Peti, ti? Nekem egy unokatestvérem van. Egy? Egy. Ha jól emlékszem. Hát ott úgy volt, hogy nagymamámék Mária Pócsról felköltöztek Óbudára, uh-huh. Nagypapával, meg anyukámmal. Mi? De az, hogy hány unokatesó volt, akkor jó sok, az, hát az ott, mi? Hát ott egy, kettő, három, négy. De... Hát vagy hatan voltunk ott ilyen gyerekek. Mert én imádtam ezeket a szülinapokat, meg amikor ott voltak unokatesók, törtünk, zúztunk. Hát mentünk biciklivel, fára másztunk, az összes kertbe, tudod, mindenfelé mentünk. Képzeljétek el, hogy elmentem, én mindig egy speciális helyen kajálok benn Manhattanben, amikor dolgozok, és van egy hely, ahol vannak külön gyümölcsök, lehet kapni, és ma meg tegnap is már vettem cseresznyét, és tudod, eszembe jutott az a régi feeling. És jó íze volt a cseresznyét? Igen, nagyon jó. Igen? Nagyon, ez egy ilyen arab-olasz keverékes bolt, biztos tudjátok, nem akarom mondani a nevét, és kis dobozban ilyen 3-4 dollár egy doboznyi cseresznye, meg van szőlő is, az is tudod, van zöld színű, meg van ez a bordó. De mondjon a nevét nyugodtan, mert Magyarországon úgyse tudják. Az a baj, én elfelejtettem, ja. de majd akkor na, megint bejön. És képzeljétek el, hogy én azt imádtam ilyen szülinapi partokon, meg különböző névnapokon, minden, amikor összejöttünk unokatestvéreket, jó kaják, annyi süteményt tehetél, amit nem szégyeltél, tudod, ilyen mákos beiglitől kezdve, piskóta, meg hát mind, nem tudom, még torták, meg minden, és akkor az olyan jó volt. De nátok, hogy volt a fiú és a lány arány, hogy lányok voltatok többen, vagy fiú? Hát szerintem egyforma volt. Egyforma? Igen. Akkor az vegyes társaság volt. Na nálunk igen. Csak fiú, két lány volt. Sőt, még volt egyszer, amikor nagypapám már elment sajnos, és még a unokatestvéreméknek a ház, a tetőtér nem volt befejezve, és ott felmentünk, és szellemeket idéztünk. Wow! Így gyerekként? Igen. Jó, az a ijesztő, nem? De valaki hát az volt. Hát valamelyik idősebb unokatestvér, aztán ott ők intézték, de aztán valamit látunk, úgyhogy az ott az utolsó, első és utolsó. Én így felnőtt fejjel is elgondolkoznék azért egy ilyen szellemidézésen.
Mert ugye mindenki mondja, hogy kamu, nem kamu. Mi van, Péter, látod a szellemeket? Nem, ha hiszed, a lámpát nézem. Kicsit próbálta válogatni, mert tekergetni, de nem még nem speciális a helyzet. És akkor ilyen szellemidézésnél, fú, én szerintem kicsit bekakilnék, hogyha őszinte akarok. Hát adni. Lerohantunk, az biztos onnan. Amikor... Uh-huh. Igen. Szülők érezték, hogy mit csináltak? Nem, mondtuk el, csak hát paráztunk, tudod. Nektek nem tudom, hogy volt-e ilyen háromkerekű biciklitek, meg volt, ilyenek. Volt, persze. De volt nekem az a nagykerekű, az a fucsit, a libokergető. Uh-huh. Olyan is volt. Szóljál neki, jöjjön be. Be akarsz jönni? Judit. Judit, gyere be. Kész vagy? Gyere, te is be. Te is beszélsz. Már Editet megint eljúltuk. Gyere, te csak egy pillanatra. Akkor elmeséltem a gyermekkoromat. De várjál még, ne vedd le. Ülj oda, Edit mellé, légy szíves. Most csak próbáljuk. De vedd le azt a maszkot. Csak ezt most csak próbálunk nagy, valamit. Nagyon jól néz. Judit, ülj már, de légy szíves. Én is úgy nézek, csak berohantam vele, azt mondja, hogy gyerünk. Mert most próbálunk valamit, olyan hozott lámpákat. Főleg itt a patlan. De ne, ott a szék, azt húzod a Edit mellé. Igen, légy szíves. Bocsottak, ha váltam, de hajítottam magamról. Jó, meleg van itt amúgy, a lámpák kell miatt. Úgy, hogy meleg van. A lámpák miatt amúgy. De nem lehet, mert ledes. És egyébként meg olyan dög meleg van sokszor. Az meleg? Hajaj. De melyik az a lámpa? Nem, valószínűleg a fűtőtest. Tehát, hogy jobban fűt, mint nálunk a... Meg be van csukva az ajtó, meg kisebb a szoba. Akkor már is megkaptak a megfejtést, köszönjük. De kicsit gyere arrébb. De most én nem akarom, hogy engem így fölvegyek. Nem baj. Ja, engem se, itt a pattanásom, hogy nézek ki? Hol? Mutass, hol van? Mutass. Na, ott tartottunk Edittel, arról beszélgettünk, hogy Pilisvörösváron volt egy a nagyszülődnek ilyen nyaralószerűség, és nagyon sokat voltak ott biciklisztek, fára másztak, ott belelága haja. Cseresznyét ettek meg, hát minden őrültség, ami ilyen gyerekkorban belefér. Mm. És mondom neki, hogy nekem is ilyen hatalmas nagy unokatesó bázis volt, tehát mi 12-en voltunk, volt két lánya, többi mint fiú, és akkor mondta az Edith, hogy náluk egy arányban volt a lányok meg a fiúk, tehát ugyanannyian voltak, és hogy mekkorákat játszottak meg, bla bla bla, és nálatok az unokatestvérek, az hányan vagytok, vagy hogy vagytok? Iha. Hát a Robi az biztos. Robi, Gabi, várjál. Tehát, hogy nálatok volt ilyen családi összejövet? Nagy családi összejövet, de nem nagyon volt. Nem, köszönjük szépen, hogy eljöttél és meséltél róla. Nehéz gyerekkorod volt, neked is jó van. De mondja az Edith, hogy neki zseniális gyerekkora volt. Hát amúgy meg püffögtem állandóan, hogy nekem miért kell mindig a nagymamával lenni, tudod, meg miért kell mindig a telken. Azt mondja, a kisvöröshöz rakt. Már ugye felnőttem, és van gyerekem, és mondom, hogy úristen, nekem milyen jó gyerekkorom volt. Hát jó, ez sajnálom, hogy nagyon sok unokatestvér van, de senkivel nem tartottuk úgy a kapcsolatot. Mm. Akkor ez egy jó család. Nekem egy unokatestvérem van, szóval. Nekik meg egyáltalán nem volt ilyesmi. Az a rossz, hogy most így hirtelen meg tudom számolni. Kicsit közelebb, hajolj. Hány van? Igen. Mert a Peti mondja, hogy neki egy unokatestvére van talán, hogyha jól emlékszik, tehát ő náluk valószínűleg nem volt akkora őrület így gyerekként, tehát ilyen banzályok meg. Pedig az egy olyan... Szerintem nekem hat. Hat? De találkoztál velük, ismered őket? Persze. Jó van. Uh-huh. Ők is ismernek téged. Nem csak tényleg, hogy láttam az Editnek a szemén, hogy fölcsillan, és úgy eszembe jutott nekem is ezek a régi, tényleg ilyen szülinap, névnapos családi összerőfelé, amit nem biztos, hogy a szülők annyira akartak, vagy valami, de mi gyerekek, hát attól módon él. Azt csináltunk, amit akartunk. Azért volt nagyon jó. Nem akarok beleszólni, mert a hajad még mindig benne van a képbe. Hát de miért akkor, de azt mondja, hogy nem veszitek. Nem veszünk, csak próbáljuk a fényt, igen. És az én kamerám nálott, ez az, így most már nincs ott. A négy, persze. Tehát, itt van a, majd ezekből ilyen vágó képeket felhasznál. Egyébként tényleg mind a ketten jól néztek ki, tehát ne engem, mutass már, Peti. Tehát, hogy... De hova kell néznünk most? Ide, ebbe. Ebbe a kamerában nem kell nézni, rád kell nézni. És tényleg jól néztek ki mind a ketten. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi Petivel csináljuk ezt a... Mind a kettő, igen, sérült. Hogy Petivel csináljuk két ilyen... Lelkileg is sérültek. De vagyunk, ne engem, mutass már, Peti, ilyenkor a csajokat. És ugye többen kérdez...
többen kérdezték, hogy ilyen behúzom a hasam ilyenkor. Többen kérdezték, hogy kik a csajok, ugye a Kisvörös meg az Edit, és most akkor lehet látni benneteket, és ennek én örülök, hát, gondolom ti is. Hát akkor szóltam, hogy fölveszem a szemüvegemet. Miért? Ja, hogy... látok. Hát, figyelj, itt mozgás látsz, akkor az én vagyok. Na, hát akkor a gyerekkor meg volt. Utána iskola? Általános hát az... iskola? Jobban szerettem lenni a telken. De az nem baj. Ez milyen jó. De az nem baj. És úgy hívtátok, hogy telek? Ez a Pilisvörösvári telek? Ja, megyünk a telekre. Wow, és te alig vártad, hogy mehessetek. Nem, nem vártam, mert mondom, hogy nem szerettem. Ja, úgy értem, hogy szerettem volna a szüleimmel, szerettem volna elmenni a május elsői felvonulásra, soha nem voltam. Nagy szívfájdalmam, úgyhogy most már lehet, hogy nem is fog soha eljutni. Hát figyelj még... Néztem viszont a tévéből a Felvonulók kérték című műsort. Semmi nem volt. De emlékszel arra? Persze. De még Koreában van egyébként ilyen felvonulás. Hát akkor még oda eljuthatok. De figyelj, jobb, hogyha nem mentetek, mert sok a köcsög, ugye? Vagy hogy mondtál? Meg a közbiztonság. Jó, ez a buli jó, csak sok a köcsög. Meg a közbiztonság nem jó. Na de akkor szerették kijárni a telekre, és ott minden tökéletes volt. Szerettem. De ott... Idő után már nem, már azért, amikor már tudod, kicsit idősebb voltam, már aztán mondom, a testvérek is elmaradtak, mert ugye inkább... Ja, hát igen. És akkor én még mindig a telken voltam. És akkor már... metszettük a szőlőt, meg cseresznyét szedtünk a fáról. Meg... Wow. Igen. Wow, de jó, hát persze, amikor serdül már az ember, már nem akkor, volt kedvem ott lenni. Akkor már inkább a diszkóba mentél volna meg ide-oda, mm-hmm. házi bulikba. De hát amíg kisebb az ember, nem ilyen 6-7-8 éves, hát akkor király. És kint alvás is volt? Kint alvásos, persze. Wow! De hogy mondtad a diszkót, az egyrészt az nem ilyen diszkós volt, szerintem ő inkább a te műfajadban ment, hogy mindig hát ment a Totálkárba, igen. Jó, akkor elnézést, csak persze, én is mindig a lemezlovas klubban nem jártam, nagyon, de... Lemezlovas klub, ez jó, ez jó. Tetszik. Hát igen, hát más, mi más szerettünk, de én egyébként úgy lettem diszkós, hogy a haverom a diszkósnak dolgozott, és mondták, hogy kimennek meghallgatni a cuccot a színpad elé, vagy a hangszórók elé, és én keverjem át, átkevertem egyiket a másikra, és akkor mondta a diszkós, hogy te csináltál már ilyet? Mondom, nem csináltam, de van zenekar, és én énekelek meg minden, fölépünk, azt mondta, nem kell, akkor keverd át ezt is, átkevert, maradj itt a diszkóba. És a diszkó vége felé mondta, hogy el kell neki menni pisilni, hogy álljak be, bekészítette a két kazettát, simán visszaír, mert ahol még kazetta volt, és 3-4 óráig nem jött vissza. Én... Hát az tudom, csajjal volt. Nem tudom, hogy kivel volt meg, hogy visszajött 3-4 óra múlva, jó, akkor te leszel a diszkó segédem, adott egy 100-ast. Hát abban az időben egy 100-ast, mikor anyám még nem tudom mennyit kerestek, 500-at vagy 800-at. Mikor volt? Hát... nem tudom, majd kis, hát nagyon, nagyon régen, még komcsi rendszerbe. Ja. És 14 körül lettem, 15. Hát értem, most 55 vagyok, 40 évvel ezelőtt. Ja. Mert én emlékszem, hogy én mennyit kerestem. És megkaptam a szállat, hazamentem, így lobogtattam anyáméknak, és így csodálkoztak, és ez mi? Hát mondom, nem hiszitek el, engem beállítottak oda, és most már élet. Na mindegy, nem is az a lényeg. Tehát akkor te ilyen rokkosabb vonalat képviseltél. Hát, De várjál, hogyha most akkor nem menjünk el, ma a diszkóról beszélünk, várjál, utána majd elmondhatod. Kiúr, gondoltam. Hát beszélgessed, hogy nyugodtan végül is, persze. De legalább a mikrofonval beszélnétek, tehát hogyha már mind a kettődnek ilyen palia van, akkor legalább hajoljatok már közelebb, és úgy. Igen, az egy közelebb Péter, hajol. Nem, mert azt mondtad, hogy a diszkózásról akkor február 26-án te most megint fogsz diszkózni. Mennyiért? Február 26-án. Mennyiért? 100-asért. 200-ért. A 100-asért, persze, hogy úgy lobogtad. Várj, ezt nehogy meghallják, mert akkor gáz van. Február 26-án, ugye New Brunswick-ot kérdezed? Uh-huh. Este 8-tól, reggel 2-ig. Igen. De múltkor mondtál valamit, hogy 9 előtt érkeznek, azokat ingyen be... Nem, ha jelmezbe érkeznek, akkor kapnak ingyen piát. De már volt javítva. Nem ingyen piát. Igen, már ki volt ez. Azt már nem láttam. Azt már nem nézted meg. Igen, 8 és 9 között, aki jelmezben érkezik, az kap egy welcome drinket. Én 8 és 9 között érkezem szerintem, hogy minél többet kapjak, nem, csak vicceltem. De hát te is mész diszkódni, akkor csinálják neked is reklámot. Ja, de nekem nem kell reklám. Én magam érvezélek. Ja, én kérek elnézést. Nem, mert akkor az már pont el. Mert az elmúlik akkor már. Mert az már. Pont igen. Tegnap volt, ugye igen. Már.
De milyen jó buli volt? Óriási buli volt, figyel, volt minden zsákba futás, szappondos rudramászás, fedett pályás kinéz magasabbra. Engem a haverjaim vettek egy hajót, de ilyen régi típusú, uszályszerű valamit. Megvették. Mi a havarod a Noé? Igen, megvették, átalakították ilyen pábos, diszkós megfejtésé, és nagyon sokan anyagilag abban az időben jobban álltak, mint én most is, meg akkor is, és ők oda jártak szórakozni, és mondták, hogy találjak már ki őrületeket, és kitaláltam, hogy vegyünk egy kis malacot, lenapolajozzuk, és ilyen malacfogó verseny. De most az összes őrült, de mindegy, de a csajok is mondták, hogy nem a kint a parton. Ja. És a csajok is beszálltak, hihetetlen őrület volt. Na és azon a hajón én két nyáron diszkóztam. Összesen szerintem 4 lemezt rakattam be, mert állandóan innom kellett ezzel azzal, és szegény ember, a barátom, aki járt velem ilyen diszkós segéd, minden, ő zenélte végig a 2 nyarat, és hát ez a sztori. Na, de most beszéljünk akkor rólad. Tehát akkor te inkább ezt a diszkósabb vonalat, vagy nem, te se ezt, hanem... Hát jó, én jártam diszkóba. Ja, én is jártam, volt, hogy elmentem oda. Kini hát persze, diszkóba. Pasizni ott lehet, meg csajozni is. Igen. Diszkó az volt abban az időben, amikor én még fiatal voltam. Uh-huh. Az jártam jó, az jó régen lehetett, amikor még fiatal voltál. Igen, folytást. Matika. Jó, Matika. Igazad van, jó, de milyen zenéket, de legalább árul, de. Nem, most így nem, Depeche Mode-ot azt nagyon szerettem, az Erasure. Wow. Meg a Kommunác. Kommunác. Tudtok ti ilyeneket. Jó, ügyesek vagytok. Azt gondolod, hogy csak a... Nem tudom mit. Nem mondok semmit. De ilyen rockzenét mondj egyet, ami úgy igazából bejött abban az időben. Hát én szerettem a... Most nem jut eszembe. Külföldi magyar? Várj, mondom, Jethro Tull. Nem, hát én anyukámék voltak a rockos oldal, és hát Jethro Tull, Black Sabbath, Deep Purple, ilyeneken. Akár itt lemezen vannak. Ja, az igen. Apum is ilyen volt. Komolyan, szóval apukám oldala meg volt a hát ő is, amikor buli vége felé már ment a Máté Péter, meg a Jimmy a király. De ott is a Clash. Igen. A Clash is, az is jó. Wow. Az már más, ugye ez. Nekem az apuma... Például szeretem a Barry White-ot is, az teljesen más stílus, de szeretem az ilyen szózanét nagyon. Aha. Toto. Toto is. És akkor ezek mind bakelit lemezen megvannak otthon? Anyudnál? Faszta! Ez akkora érték, egy jó, hát fizikálisan lehet, hogy mit tudom, $8, vagy nem tudom mennyi egy bakelit lemez most. De, hát drága most egy bakelit lemez. De amúgy eszmei értéke valami hatalmas, szerintem, nem? Hát olyankat már nem tudsz, nem kapsz már, szerintem. Tessék, na, bele a műsorba. Erre hív a gyerekkori. Ez a Viber, nem? Tegyük be a műsorba őt is. Viber szokott ticsireni, nem? Nem, ő tényleg a gyerekkori barátom, és mindig olyan furcsán találjuk meg egymást ilyen furcsa időszakban. Igen, tehát hogy a bakelit lemez, és ugye azért kérdezted akkor a műsor elején, amikor még nem voltunk adásban, hogy ez az erősítő, gitár erősítő, ez jó lenne neked otthon a lemezjátszóhoz, mert azért, amikor fölteszed, és úgy főleg kicsit olyan sercegős a hang, És volt egy nagyon érdekes, voltam én amúgy gyerekként, mert volt nekünk a Markos Nádas dupla lemezünk, amiben volt ugye a Felvonulók kérték például, május 1-jei, és azt körülbelül minden hétvégén meg kellett, hogy hallgassam. És most már nem tudom kívülről, de kívülről fújtam az egész lemezt, igen. Ilyen minden hétvégén meg kellett hallgatnom. Ja, mert föltették a szülők? Föltették, igen, a lemezjátszóra, és akkor hallgattam. Aha, de jó! A Teslára. Persze, szigorúan Tesla, és egy hangszórós, mono. Még vannak emlékei, hogy most próbálok visszaemlékezni. Neked semmi? Nem, én Szándokánt hallgattam. De nem. Én imádtam Szándokánt. Még a haja is hasonló, nem? De ezt nem kell szígyelni. Nem tudom, hanem most ez ugrott be, hogy én nem tudom miért. Jó, hát mi azt néztük a sorozatot, igen. Hát figyelj, az ütött vert minden, nem? A nővérem hallgatta agyba főbe a Madonnát, mert ugye nekünk egy szobánk volt, és akkor akkor adták ki a Madonnának, az első lemeze volt. A Like a Virgin. Akkor azt hallgattuk lemezjátszón, akkor volt a... négy tagú ilyen rockzenekar volt, arra nem is... Hát van. Queen. Nem. Külföldi magyar? Hosszú hajuk volt. Igen. Külföldi, de várja, nem teszem. Na mindegy, nem teszem valamit. Akkor a Panorama?
Mondanám. Hát Europe. Volt olyan is. Europe. Igen, azok Europe. Öten voltak, de ja. Annak volt a visszaszámlálás. Final. Hát én tudjátok, hol láttam meg ezt a Europe-ot? A videodiszkóba. Na, igen, kirapták, és így megálltam, és ugye akkor Bon Jovi is tombolt, nagyon a toppon volt, és megláttam a Európot, és mondom, Jézusom, tudod, a fickó, nincsenek problémáim, a nőket szeretem, de megláttam ezt a fickót, meg ahogy énekel, meg a zenekar, hát mondom, ezt kell csinálni. Na. Hát de kicsit hiányos volt az énekhangom. Igen, Péter? Na? A múlt heti műsor után a Szemere Tomi jelezte, hogy a régi ismerősei, akik producerek voltak ilyen különböző filmekben, hogy szeretnék téged is castingelni ilyen filmekben, és megadják a 400 ezer forintot alkalmanként. Oké, okay. Sziasztok! Ez úgy van, mindig nem tudom, szoktátok-e nézni ez a műsort. Ez a Európa, ez ne, ja, hát ez így pont. Nem tudom, szoktátok-e nézni a műsort, de amikor jönnek a vendégeink, és például múltkor az Ákos, a kaszkadőr, és mondja, hogy ő elég, hogyha 60 napot dolgozik egy évben, a másik igen. mondja, hogy a NASA-nál dolgozik, a harmadik, tehát ilyen dolgok, meg a Cartoon Networknél dolgozik a Gyuri haverunk, meg ezeket úgy mondják, hogy fekete póló van rajta, meg székben ülünk, tudod, ilyen semmi. Igen. És tudod, mondanak ilyen összegeket néha, és a Peti mondja mindig, hogy na kezdj el dobálni, mert elkezdek ilyenkor dobálózni. Tudod, mint az Üvegtigrisben, amikor Kaparós Sorsain, a két rendőr megnyeri a főnyeremet, vagy 1 millió nyernek, vagy nem tudom mennyi, és én is elkezdett dobálni, azt nem hiszem, hát ez hihetetlen. Tehát olyan számokról beszél. Ja, meg a Márk például, ugye, hogy nem is tudom, mennyit kerestek a feleségével ketten együtt egy hónapban, azért, hogy az Instagramon minden nap két videót kitegyenek. Live in. Ja, bocsot, igen, bocsi, elnézést, és hát mondom, ezt nem hiszem, de miért kezdtem el mondani? Azért, mert elkezdtük a Europe-ról beszélni, ja, Europe. De előtte mondtad azt, hogy nem a fiúkat szereted, hanem a lányokat, és akkor mondtam, hogy onnan jött az, hogy ja, mégis, hogy mégiscsak olyan filmekbe akarnak téged, ahol a fiúkat nem szeretnék. És csak most jöttél rá, hogy ezt erről beszéltem? Ja, értem már, hogy mit akarsz mondani. Igen, későn esett le. Na és akkor miután tovább jutottatok a Michael Jackson és a hasonló. Te jártál, úgy tudom, tánciskolába is. Nem, jazzballett? Hát nem. Jártam jazzballettre pici koromban, nem, utána volt egy tánccsoportunk. Alapítottunk egy tánccsoportban. Ki volt a tánccsoportban? említsd meg. Hát az Orsi, kis Orsi volt az élén. Ő volt a fő alapítója, öten voltunk, és Michael Jackson számokat dolgoztunk fel, és fellépéseink is voltak, és mi ott nyomtuk a... Erről vannak videók? Igen. Videók nincsenek, talán az Orsi tudna még egy-két képet elküldeni, hát voltunk 10-12 évesek, és rendesen jártunk fellépésre, Orsi a koreográfiát megcsinálta, betanultuk. Jó, hát ez egy szép kis időszak volt. Nekem, tudod, mi kéne? Tudod, mit kéne, hogy elküldjél, hogy majd be tudjuk linkelni? Mit? Azt, amikor statiszta volt és ügyvédnőt játszottál. Jó, hát ez a drive-on fel, azt átküldtem, nem? Sőt, képzeljétek el, hogy 3 hete, vagy 3 hete az egyik barátnőm otthonról küldött egy tesztet, hogy szia, most nézlek a tévébe, mert ismételték ezt a műsort, és már régi volt, nem? És lefotózta a tévébe. Jó, hát tegyük hozzá, hogyha próbálkoztam ha lehet szerepelni, és úgy gondolod, hogy az megfelelő, akkor te azért részt veszel, hiszen ugye itt Amerikában is benne vagyunk a Magyar Színházban. Pilvax Players-be és a Pilvax Players-szel, ugye már bejártuk egész Amerikát, és darabokban te is szerepelsz, nem csak úgy, mint jó, a... Jó, hát exhibicionista, az biztos, hogy vagyok. Igen, csak minimálisan, de egyébként annyira nem szeretem a szereplést, tehát szeretek azért úgy a háttérben maradni. Igen, de körülbelül negyedjére szólok, egy kicsit közelebb gyere már a mikrofonhoz, még ha nem is vesszük fel ezt az egészet. Ja, és, ne, persze, és, már Péter nagyon ráadásul, szóval. És ráadásul ugye a párod ezt csinálja, meg ugye Editnek a párja is, tehát azért ennyit tudhatnátok, egy kicsit hajoljatok már oda, ha beszéltek. Mert most ugye próbáljuk a hangokat beállítani. Persze. Na. Ja. Kamu amúgy. És igen, és Edit. Igen. Neked. A volt-e valamilyen színpadi fellépéses iskolás produkció, vagy bármi? Sose volt. Sose? Sose. Nem? Nem szerettem sose szerepelni.
Akkor te csak nézni szereted a színpadon, ami jó dolog történik, ha jó szeretem, dolog. Szeretem, igen. De az milyen érdekes, hogy említetted, hogy apudék, ugye a Led Zeppelin, Deep Purple, meg minden. Az anyukámék. Vagy anyukádék, és hogy az mennyire meghatározza az ember, mikor fiatal korában számomra ilyen fantasztikus zenéket mutatta, mert az én apukám is ezt mutatta, és érdekes, hogy utána akartam az ilyen igényes, jó rock zenéket, hát, amellett, hogy persze a diszkóba is elmentem, hát ott voltak csajok, világos. Csak hogy ez mennyire meghatározza a gyerekkort, nem? Azt gondolom, hogy én ilyen zenei, tehát sok mindent, tehát mindegyik, hallottam a jazz zenét is nagyon szeretem. Uh-huh. Péter az ki kocsiba is azt ment, és mondta, hogy fú, hát ez milyen szar. Én szeretem a jazz zenét. Nem mondtam, hogy szar. Anyukám meg most már a Bob Marlint hallgatta. Igen, említeni akar. Igen, mert hát, mama érted, hozzákezdett a jövőhöz, és lelazult. Egyébként pont ma gondoltam, ha hiszitek, ha nem erre, hogy a Péter, tudod, ez a, úgy hívom, hogy a kis mókus, tudod, ez a ide, ez a dolog, és ugye van egy csöve, és azon az egy csövön próbálja a 24 gondolatát elmondani, igen. És megbeszéli önmagával a telefonon keresztül, vagy személyesen is, hogy jaj, nem is ezt akartam mondani, egyébként piros. Tehát ő válaszol is magának. És pont ma gondoltam arra, hogy ma mondom neki, hogy miért nem pöffentünk itt el, nem adásba, adások kívül, yeah. Hátra megyünk, egy kis nyugodjon már meg, hogy egyszer, hát egyszer az életben. Hogy pont ezt mondtam. Hogy néz a Péter, erre válaszolj. De az Edith is ugyanezt mondta, hogy hát igen. De hát én nem élek ilyen káros szenvedélyekkel. Oké, nem élsz, persze én se élek vele, csak hogy néha egy kicsit lenyugodnál, egyszer legalább. Mert ez, hogy ennyire pörgeted magad, ez előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy lefejezd a húslevest vasárnap délbe. Nem, én olyan vagyok, mert most... De jó, most tudjuk, elkezded mondani, hogy te milyen izé vagy. Nem, én szeretek pörögni. Ha megállok, akkor az fájdalmas, az fárasztó. Oké, de legalább egyszer az Edith mellé, meg a kölykök mellé a napágyba így leülsz, és akkor mit csinálunk, apa? Semmit. Tehát ne ez legyen de ezt majd megbeszéljük adáson kívül. Majd jó, amikor fölveszik. Nincs adás, amikor majd fölveszik. Hát az igen. És te szüleid milyen zenét hallgattak? Hát az apu az ilyen Dire Straits. Wow. És nem jut eszembe a másik. Ez a mély hangú. A mély hangú, na, a Highway, vagy a nem a... Chris Rea. Imádom. Chris Rea, Jézusom. Tehát az apu csak ez a zenei stílus. Mindig ezt hallgattuk. Uh-huh. Az anyu az nem tudom. Tehát igazából, mindenevő. Szerintem ő mindenevő. Mostanában meglepődök, hogy ezt a Bob Marlint hallgatja, de semmi gond vele. De így nem emlékszek, hogy fiatal koromban anya mit hallgatott. Nem. Uh-huh. Így hát gondolom a rádiót, vagy bekapcsolt valamit, és kész, nem? Csak szóljon valami. Ja, de az apu az inkább ez a Visre, a Dire Straits. Rossz, mi van? Nem csak így gondolkodok. Így egyébként, hogy megérkeztetek a tuningolt sportautóval, ami alapjában a tiéd, csak Péter ugye néha használja, igen. És áthozza a vendéget, hogyha ott közeletekben van valaki vendég, és rugatja neki, most megint ugye jött veled, és te vezettél, de jó volt látni, hogy te vezetsz. Te is kihasználod azt a lehetőséget, ami az autóban benne van? Hát egyedül vagyok akkor, igen. Igen? Igen. De szeretsz vezetni. Szeretek. Egyedül is felkapcsolok, hanem nagyon jó zenét is repesztek. Nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit tuningolnád a melletted ülő fiatal hölgyet, mert ő is tud vezetni, csak ő nem mer, vagy nem mer neki indulni, vagy nem is tudom ezt, hogy nem is azt, hogy nem mersz, csak hogy nem mersz neki indulni New Yorkba. Ja. Pedig nem. Hát itt... Igen? Hát itt ugye elég. Főleg úgy, hogy itt van mellettem egy mit felerek ki. Mennyi balra, jobbra? Ja. Miért nem lassítasz? Indexelj! Ugye, már neki néz, kamion! Milyen? Ez szerintem személyfüggő, hogy ki hogy érzi ezt a vezetést, mert tudok vezetni, ezt tudjuk, de bennem több a félelem. Tehát nekem elindulni nehéz. Beszéltek az a felé? De hagyd itt ezt a képet, Peti, légy szíves. Milyen jól néztek ki, láttátok már a képet? Nem láttuk. Nem tudok oldalra nézni, nem vagyok kaméleon. Petinek egyszer mutattam, hogy gyorsan néz oldalra. Na, igen, tehát a személy függő, de hát látod, az Edith is elindult, és csinálja, jó, és vezet. Az Edithnek biztos nem voltak olyan kihagyásai, mint nekem. Tehát, hogy, honnan tudod? Kérdezz meg tőle. Amikor az ember 3 évig nem vezet, és utána megint el kell kezdeni, tehát azért az mindig egy ilyen nehézség. Nekem.
persze, lehet, hogy másnak nem, de... Edith nem, szerintem. Hát tehát Edith azt folyamatosan vezet. Hát, ami úgy, hogy csak vezetek, de volt olyan, hogy még akkor nem volt GPS, és akkor Péter kinyomtatta nekem az útvonalat, hogy merre kell menni, és hát volt olyan, hogy visszatoladtam az autópályáról, hogy nem itt kellett volna kijönnem, hát... és így nem láttam, hogy nincs mögöttem rendőr, úgyhogy visszatoladtam. Na, megoldotta, látod? Tehát meg. Életképes ebből a számban. Tényleg most így elképzelni se lehet, hogy a régebbi időben ugye nem volt GPS. És akkor a naptár már mivel? MapQuest. Igen, de mondjuk csak térképnek, és a térképet ugye kiterít, és akkor nézik, hogy itt kellett volna balra, itt a főútvonal, erre, arra, és látod, hát egy Trabanttal Warburg-gal bejárták Európát. Most már lehet, hogy igen. Nem tudom, eddig nem. Tehát, ha lenne egy... Mi a neve? Nekem azért feladná a leckét. A térkép? Hogyha mennénk valahova, és akkor mondod, hogy na drága, kicsi szívem, olvasd már a térképet, merre menjek. Tehát simán. Nem olyan biztos bonyolult. Biztos lenne egy-két összevezés. Ja, ugyanaz, mint a GPS, csak nem mozog. Tehát ugyanazt rakták föl. Tehát semmi konkrét. Iránytű kell, iránytű. Lehetne egy olyat csinálni, hogy az időkerekét így visszapörgetni, meddig pörgetnétek vissza? A csönd a stúdióban. A két vendégünk, igen. Most gondolkozik. Én lehet, hogy vissza se pörgetném. Ez így most jó neked így? Nem pörgetném vissza. Nem? Az úgy jó volt, meg volt. Az már elmúlt. Edith? Hát ugyanez. Peti? 1880. Jó válasz. Igen. De ezt már múltkor megbeszéltem. Múltkor valaki nem hallott ezt, még két éve beszéltük, hogy én abba az időbe szeretnék visszamenni, mert nekem ez a Victorian korszak, vagy nem tudom, hogy mondják magyarul, Victorian? Igen. Victorianus időszak, az nekem nagyon tetszett, mert akkor nagyon sokat találtak föl, akkor jött az elektromosság, és az engem mindig is érdekelt, egy csomó gyógyszer, ilyen Olyan sok dolgot olvasok arról az időszakról, az érdekel. Olyan kis okosságok voltak, hogy Philadelphiába, amikor elkezdték építeni Philadelphiát, és egy ember agyagot talált, senkinek nem kellett az az agyag, amit kivettek a föld alól. És ő, az ember meg elkezdte megvenni, és bedobozolni, és azt adta el, mint valami elixírt. És mindenki inkább ingyen adta neki oda, hogy mert az csak vigyék el a job site-ról, vigyék el annan a helységről, és az rájött, hogy az ember milliókat csinál vele. Az volt a neve, hogy Fuller's Earth. És utána meg már rájöttek az összes építész, aki ott csinál, utána meg pénzre adtak, meg utána meg mindenki onnan jött. És mindenki akarta csinálni. Ez ugyan, akkor találták ki, tudom, nem akkor találták ki, de a Coca-Cola is, meg az, nem mindegy, ilyen tök érdekes dolgok, szóval nekem az időszak tetszik. Na, hát lányok, akkor ti nem mennétek sehová, ez így tökéletes. Az a diszkóvilág egy kicsit hiányzik, nem? Az a tükörgömbös, nem? Én nem szerettem sose. Mindig verekedett a diszkó előtt. Nem verekedtem, engem vertek. Ez ekkora. És ezért egyszer volt, az tényleg megváltott a diszkó előtt. Na mindegy, és akkor megyek ki nyugodtan, és akkor ott állt, és többen körbeálltak, elkezdte a hajamat, és ilyen hosszú nagy hajam volt nekem is unokának. Nem volt ennyi, de hosszú volt, belekapaszkodott, és tépte a hajamat, és volt, karmolt, és te mondom, nő személy volt. Nem tudom, bent valamit beszólt, én is beszóltam, aztán, hogy majd akkor kint lejátszuk. Mondtam, csak mentem tovább, és akkor hát tényleg ott volt. Megijedtem. Wow, és kitépte a hajadat? És tépte a hajamat, és úgy mentem haza a héven, hogy így csomókba hullott a hajam, és azóta valaki hozzáér a hajamhoz, allergiás vagyok. Ez jó. Ez jó sztori. Editnek azért volt. Neked tépték a hajadat? Én csak felgyújtottam. A haját? Valakinek a haját? Nem a sajátomban. Ja, és hogy gondolta egyet, és nézzük, hogy így. Cigizet mi? Slash. Egy koncerten voltam, és... Milyen koncert? Indonéziában voltam. Egy indonéz együttes tépett fel, és akkor ott, na hát onnantól kezdve én... Tudsz egyébként egy mondatot elmondani indonézül? Mert olyan kíváncsi vagyok rá mindig. Mert egyszer voltunk egy bankba, és ott elkezdtél beszélni indonézül egy csajszival. Hát ez bankosnak. Ilyen alap, ilyen nagyon alapú. Na de mondj már jó reggelt, vagy jó napot, ilyet valamit. Hű,
Ez is indonézió van? Nem. De ők hogy beszélnek? Tehát, hogy ilyen Csanghányó, ha hízi a magyarimból. Sajannama Judit Sipos például, nevem Sipos Judit. Sajannama. Sajannama? Majdnem, hogy ném. Szia a nevem. Uh-huh. Jó, akkor várjál. Szelámátulánk tahun, az a boldog születésnapunk. Jó, hát ezt tudtuk, igen. Nem is emlékszek. Lehet, hogy belejönnék, hogyha találkoznék egyekre indonéz valakivel, és akkor tudnám. Szóval akkor te, amikor Indonéziába koncertről kijöttél, akkor rágyújtottál egy cigire, és abban a pillanatban le is égett az a frankó hihetetlen égett hajszak, az a legbüdösebb a világon. Igen, az úgy érdekes volt. És az nem volt... Sok hajat leégett? Hát így elől így. De így gyorsan próbáltuk el volt. De az nem volt egy jel, hogy nem kellene cigizned? De hát Indonéziában mindenki dohányzott. Mindenki? Mindenki. Mindenki dohányzott. És távol vannak a mikrofontól, úgy, mint most te. Folyamatosan. Na jó, Indonézia, oké. Egyébként voltál Indonéziában, azért mondod ezt, azért mesél. Gondolom, hogy ha koncerten voltál, akkor voltál. Igen, hát jó. Bővebben? Voltam pár évig. Bővebben? Nagyon pár évig, mi? Jó, igen. Atika, muszáj ezt a felvétel. Nem felvétel menjünk, van, csak próbáljuk a hangcuccot. Most nagyon melegen van. Egyébként olyan atommeleg van itt. Klimaxolunk, és ki kéne menni. De az a baj, hogy az a baj, akkor én is. Kávét, vagy te? Nyisd ki, majd mindjárt. Atika, a hajad az így leázott. Leázott a hajad. Leizzadt. Azt szeretném akkor kérdezni, lányok, vagy hogy a hajadról emlékszem, amikor még a Garfieldi klubban, hogy gyertek ki, és te lettél a jégkirálynő. Tényleg, de miért nem is kellett nagyon maszkírozni sem magát? Ja, és azért... Mit nevetsz, Peti? Nem tudom azt. Vettél nekem egy jelmezt, arra emlékszem, meg Atikának is megvetted a milyen jelmezt. Hát az a kis hóember. A hóember. De figyelj, imádtak a kislányok. Nagyon, hát te hajad, meg minden. Ez a telefonod. A telefonom. Figyelj, a kislányok imádtak, ott táncoltam velük, és... Önök a helyi podcastet hallatják, családi podcast. Emlékszel, hogy a Garfieldi? Voltam első, hogy én nem tudom ezt odaadni, nem tudom nem. Péter, most nem, azzal kezdődött, hogy a Péter megkért bennünket, hogy menjünk ki, nem kell csinálni semmit, szerez ruhát, fölveszünk, nem kell csinálni semmi különöset, mert a Péter zenél, lesz program minden, nekünk csak ott be kell öltözni. Hát igen ám, de miután a kicsik 144-ére kérték tőlünk azt, hogy énekeljük, Peti játssza le még egyszer a slágert, és egyébként meg mi is énekeljünk velük együtt. Na, az elsőnél éreztük, hogy hú, ez megvolt, ezt túléltük, ugye a szöveget egyáltalán nem ismertük, sőt, még a dalt se. Ugye láttuk. Let it go, az a remix. Let it go. Igen, ez ment, és a Péter, ugye, hát végül is csak a barát, hát minek ellenség, érted? Berakta 174-szer még utána ezt a dalt, és a gyerekek, a kislányok imádták a Juditot. De emlékszem, vetted a parókát is hozzá, de nem ment rá a fejemre. Nem is kellett volna a paróka, nem? Annak nem is vörös volt a haja, nem szőke. Igen, próbáltuk rárakni, nem baj, a kislányok, sose felejtem, mert volt egy kislány, az annyira cuki volt, az fogta a kezedet, és kész. Tehát ő most már itt marad. Hát jött a filmből a főszereplő, ő vele fog élni. Ez hihetetlen. Hallod? Ezt már csak úgy lehetne überelni, valóban hogy... Van fotó? Van, megkeressük. Ezt úgy lehetne überelni, hogy mi meg megcsináljuk a Mézga családot, és én leszek a Mári szomszéd. Yeah. Igen. Ezt is majd belinkeljük ide valahol. Igen. De az várjál, az a mi szülinap volt. Nem, hogy csináltuk valami volt. Gyereknapot, a valami hó, mi volt ez a... Nem Mikulás? Jégvarázs, vagy hóvarázs, nem tudom. De valami gyereknap? Vagy valami hasonló? Figyelj, egy a lényeg, a gyerekek élvezték, a szülők csak ott pislottak, hogy na ez mi? De ők is élvezték, és azt mondták, hogy jó, hát a gyerek élvezi, akkor már a szülő nem foglalkozik vele. De nem ez volt az első alkalom, amikor ott voltatok, mert voltatok a kerekerdővel igen, is. Igen, de azt is, hogy szerették. Az nagy. Az volt a kedvencem. Jó, de hát ott a nyuszika volt arra, a legjobb. És arra viszont emlékszek a háttérben, hogy mennyit röhögtünk már, mint amíg még nem léptünk fel. Hogy yeah. Az is jó volt. Nagyon jó. Na,
ami nem tetszik ebben a képben, tehát vissza Péter a két csajszét. Igen, hogy az Edith az úgy lejjebb van. Lejjebb kicsit, mentem, mert ugyan... De ne, húzd föl magad, hát ne, izé... Nem szeretek ki. Jaj. Jó, ez legyen lejjebb. Vidd el az egész asztalt, hogy ne, úgy jó. Peti, most azt a képet add be, légy szíves. Vagy az van? Az van. Ez az. Halálprofik vagyunk. Kértek valamit? Teát, kávét. Kávét, de már ég a gyomrom meg egy tamszod. Na. Ég a gyomrod? Aha, mert most már, ja. Miért? Mert idegesítenek otthon. Stresszbe vagyok. Stressz. De vicceltem. Azért kellene elpöfentened végre. Nem, mert igazából... Várjál, nincsen gyomorizém. Nem baj, már nem ég. Na, igen. Már eloltottuk, tűzoltó vagyok. Igen. Nem is tudom, miről beszéltünk. Hát ja, a jégvonás, akkor a kerekedő. Ja nem, azért, mert igazából azért akartuk ezt, én azért akartam itt becsalni ide a csajokat, igen. Mert már két éven keresztül, integessél azért, két éven keresztül... Azért mondtam, hogy a másik kamerát tett ja, már. Másik kamerát beteszük. Két éven nézzétek, keresztül... Nézzétek, ez igen. Egy más pozíció. Hát ez nem... Ez nem előnyös? Nem szeretem nem ezt. Előnyös, nem előnyös. Akkor tedd vissza, légy szíves. Két évvel ezelőtt... Túlcsi órom. Elmondom majd, nem baj. Igen. Két éve már beszélgetünk mindig a kisvörös, meg az Edith, és soha senki nem látja őket, olyan, mint a Kolombónak a feleség, és most végre látják a Kolombónak a feleségét. És csak az a baj, majd figyeld meg a kommenteket, azt fogják kérni ezután, hogy őket mutassuk, nem magunkat, amivel igazuk van a nézőknek, meg a hallgatók, hát mondjuk a hallgatók nem látják, de a nézőknek, akik néznek majd bennünket, hogy valóban ti szebb látvány vagytok, mint mi. Csak hát ugye nekünk a mikrofon érzékenységünk másabb, mint például a Judité, aki most is másfél méterre közelíti meg a mikrofont, egy kicsit bukmáod anyukám. Tehát adok egy tízest. Az a tavalyi, vagy a múlt heti műsor volt. Adok egy tízest bukmán közelebb egy de kicsit. De most úgysem mondok semmit. De hát kérdezni akarok nagyon sok mindent, ne viccelj. Én nem akarok itt ki kell menni. Tessék? Miért kell kimenni? Sztrájkolnak a csajok. De ne, maradj itt, mert földobtátok az egész műsort, tehát igazából a Péter... Na, hát ennyi pont elég volt belőlünk, szerintem elmondtuk nagyjából a mondokánkat. Hát megtudta mindenki, hogy ilyen tökéletes gyerekkorotok volt, és tényleg fölidéztet bennem azokat az unokatesós bulikat egy hihetetlen jó helyen. Utána már nyűg volt persze, mert már mikor tinédzser vagy, akkor már inkább koncertekre mentél volna meg házi buliba, de akkor is emlékszem én is ezekre, hogy a nagypapáiknál, nagyszülőknél olyan jó volt ott lenni, hogy és hihetetlen. És erre csak akkor jössz rá, amikor már felnősz, és van gyereked, és itt vagy Amerikában, és nincs hova vinni a gyereket, és nincs nagymama, aki vigyázzon a gyerekre. Igen, ez necces. Amikor néznek otthon bennünket, és több ismerősömmel, haverommal beszélek, ugye akkor azt mondják, hogy mennyire jó, hogyha mondjuk nektek van gyereketek, hogy ide mennek egyetemre, meg főiskolára, meg hasonló dolgokat felsorolnak, és mondom nekik, hogy valóban, csak azért azt ne felejtsd el, hogy neked ott vannak a szülők, mint nagyik, és akkor nagy ugye a palacsintától kezdve a finom húsleves játék, minden dolog. Itt meg nincsenek itt a szülők. Nagyon kis század, nagyon sok persze van család, aki kihozza a szülőket, de ha nem tudjuk kihozni, mert nem tudjátok kihozni, akkor a gyerekek már nagyszülők nélkül élnek, és akkor minden évben egyszer találkoznak, vagy kétszer, ugye nyáron, meg esetleg téli szünetben, ha van annyi pénz, hogyha hazarepüljenek. És az őrült nagy segítség, ez is például otthon Magyarországon, hogy ott vannak a nagyszülők, nem? Hát igen. És főleg, hogy a nagyszülő olyan, hogy még akarja is az unokát, és rángatja magával, na hát az egy tökéletes dolog. Az ideális. Igen. De érdekes, hogy pont azon beszélgettünk, hogy... Kivel? Az Edith-tel. Igen. Az Edith-tel. Az Edith-tel. Hogy nekem se anyukám, se apukám nem volt, mert apukám már itt élt, amikor én gyerek voltam, anyukám pedig a testvéremmel ment mindenféle edzésre, mert a testvérem öttusázott, és igazából engem igazából az utcon növölt föl. Szóval ezért volt nehéz kicsit a gyerekkorom. Tudod, most lefekszek így vízszintesbe, és elmondom a nehéz gyerekkorom. Beszélj róla, hozzatok papírt légy, és ceruzám van, és elkezdek jegyzetelni, jó? Most melyik gombot kell benyomni? Figyelj! Ez a másik. Figyelj. Látod? Tudtam. Van itt minden, amit akartok, amit a moziban. Márja, akkor te egész végig, most a kisvörös kérdezzük, te Szegeden nőttél fel, Szegeden születtél? Szegeden. Uh-huh.
Szegeden. 1975-ben születtem. Mondd el a tajszámodat is, okay, persze. Okay. Én szegedi lány vagyok. Ja. Igen, és a mikrofon hol van? Itt. Oké. Okay. Mi a csillagjegyed? Szerinted? Én tudom. Peti, ne engem mutass már! Tök mindegy. Dehogy mindegy, hát őket ja. mutass. Na, a szerinted? Várj, az egyik a skorpió, a másik az nem teve? Nem, skorpió. Nyúl, a skorpió. Kínai nyúl. Skorpió. Skorpió. Nyúl? És te mi vagy? És mi a vércsoportod? Nullás. Nullás? Nulla RH pozitív. Oké. Okay. Mik a méreteid? Hát a magasságod megvan 1,40, ha kiúzod magad, nem? Nem, 163. Ja, hát persze látszik is, csak hülyéskedtem. Edith, milyen hónapban születtél? Június. Az micsoda? Nyár. Jó válasz. Nyári. 5 pont. Az hihetetlen. Nyáron azért fú, anyud, amikor nagy pucia volt. Az melyik? Nagy. Horoszkóp, ikrek. Hát 20-a, ami már igen választó. Választó? Ikrek, és mi a másik? Után már hogy? Mi? Az ikrek után mi jön? Rák. Uh-huh. Rák. Vízegyű, ugye azt kell ilyenkor mondani. Csak vízegyű. Azért, mert én mindig megkérdezem, tudod, adáson kívül, igen. De néha adásban is megkérdezem, és a Peti tiszta rosszul, hogy hagyja már ezt a hülyeséget, már a horoszkópos dolgot, de én hiszek benne. Tehát, hogy látom, hogy... Van benne valami, igen, ja. Szóval. Gyakorlatban azt mutatja, hogy tényleg, hogyha találkozik egy emberre, és ő is nyilas decemberi, mint én, akkor azt tudja, hogy nagyon jól indul az egész, tehát a kémia működik, és jó, és nem tudjuk, hogy miért, csak utána derül ki. De amúgy meg a Nolóka mondta nekem egyszer még, hogy ez 40 éves kor felett megváltozik, igen, hogy a nekem a nyilas az aszcendensem. Igen? Aha. Na, hát ezért tudunk jókat beszélgetni, igen. Amikor a Peti néha elhoz nincs téged. Például nincs ott, igen. Mert ő nem tud másról... Peti. Nem tud másról beszélni a Peti, csak ma is hoztam két lámpát, meg még egyet. Fú, az csodálatos, az de be kell rakni. De mi van ott kint a folyosón? Hát az, a lámpa, ne, beszélj, a ne beszélj róla, mert a Joe Rogannek is ilyen van, tudod. Meg, hogy hol van, hol van de, a... Ne eltűnjön odakint. Petinek ezt mondtam, hogy... Na jó, van, köszönjük szépen az előadást. Várja, akkor a Joe Rogannről beszéltünk, akkor... Nem csak vicceltem. Na most figyelj, elképzelhető még, csak ezt a nézőknek akarom elmesélni, hogy elképzelhető még, hogy bármikor beültök ide adásba hozzánk? Hát most már így igen. Na, akkor csak a kezdet volt nehéz, ugyanez a vezetésednél is. Elkezdeni, és már na, utána tessék. Megy is. Na, hát ha jó témát dobtok fel. Mindig de jó de szerintem akkor hát, hogy nem New Yorkba kell neki kezdeni, majd New Jerseybe a vezetést. A vezetést. Hát, hogy egy-két kört elmenne, ott tudom, hogy... Nem, már Brooklynba az IKEA-nak a parkolójában olyan jót vezetett, hogy ilyen. Nem volt senki, de is majdnem eltéved, de volt nála GPS. Azt mondtad, hogy a jó témát hozunk fel, milyen témát szeretnél? Miről szeretnél beszélni? Pizzetem. Most beszéltünk ez a gyerekkor, de most így egyébként ez érdekes volt, hogy így felhoztátok ezt a gyerekkort, de fölbüffent benned? Nem, csak hogy így például, amit az Edith mondta, jó, nekem is voltak, hogy mentünk a telekre, meg Márté, meg ott igen. Voltak a barátok. Hogy az így tök jó volt, de úgy például ilyen zeneterén így most így begondolkoztam, hogy így nem volt olyan nagyon meghatározó. Tehát, hogy így el kell gondolkodnom rajta, hogy nem így jön, hogy... De érdekes, hogy nekem meg így minden így bennem megmaradt. Igen. Komolyan. Hát azért valószínű, mert te ilyen nagyon határozottan tudtad, hogy te ezt szeretnéd, és ezt akarod. Mit? És hát a koncertekre a járást meg... Ja, nem. Nem, tudod, miben nagyon profi az Erit? Az, hogy amikor még Magyarországon volt, ő teljesen nem beszélt angolul, mivel hogy Magyarországon élt, és nem tanult angolul, de az összes dal szöveget tudja. Hát összes nem, hát amit éppen kedvencem, amit szerettem dalt. Na. És nem mondod. Beteszel bármit, és elénekli. És tudja? Hát tudod, olyan biki csinálósan. Jó, de mi a kedvenc zenét? Mi az, amit így... De most nem kell énekelni, csak hogy... Nekem az igazság, nincs kedvenc zeném. Uh-huh. És sok mindent szeretek. Jó, de mi az, amit szívesen beraknál, és mondjuk, hogyha nem mennének a hát kamerák... Hát most van egy kedvenc zenekarom, vagy hát kedvenc a Spotify-on le is töltöttem, a Vatfrutik például Magyarországról szeretem. Uh-huh. Az jó. Hát te is szoktad yeah. Elvetni. Szeretem olyan kis jó zenekar. Most hirtelen nem... Nagyon szeretem a Barry White-ot. Az egyik most változik az ízlésem is, tudod, korral jár szerintem. Meg a Péter mellett. Hát nem mindenki szereti a technót, mert arra nem lehet igazán. Drogok nélkül. Szerettem a technót. Oké, okay, most ha beszélünk a technóról, vagy hogyha most, mert itt tudom, hogy engem szurkál ezzel,
Én gyerekkoromban mindig... Figyelj, rajta van a kép. Igen. Én gyerekkoromban, tudod, mindig is ilyen hip-hopos voltam. Uh-huh. Még ez benne van. De tudsz táncolni? Én nem tudok semmire táncolni. Nem? Falában van. Komolyan? És ez csak nem volt ilyen, hogy így, mit tudom én, Edith-tel mentetek a, mit tudom én, mindenki. Délutáni... Te a délutánra? És akkor ott lötyögtetek, vagy... Nem. Vagy figyelje, esküvőn, vagy bál, vagy valahol. Vagy mindig így próbálnak. Én egyedül mindig ott próbálok valaki az utazát csatlakozni, hogy táncoljon, tudod. De én nem tudok, hát, de én tényleg úgy mozgok, halad, mint egy izét. Jó, de amikor ilyen tök egyszerű, hát mi hányszor táncoltunk már, hogy egy... Én nem tudok, én se táncolni, de hát, hogy mit tudom, egy kicsit olyan... Nem, te így táncoltál. Így. Hát jó, mert nem érzem a ritmus, de egyébként, de volt ilyen idő, amikor ilyen kicsit lötyögös. Ilyen kering, nem keringő, de egy ilyen összebújós, nem? Ja, az nem veled volt? Jó van. Nem, pont az Edittel azt beszéltük, hogy miért nem teszünk be a diszkóba lassú számokat, mint régen volt. Igen. Hát ő valaki... Hát a házi buli című film, Szofi Marszóban. Ja, az milyen? Valaki kérdezte tőlem még annó, hát a pap Vili, akit igen. Már nagyon régóta vártok ide a műsorba. A Drónos Vili. Aki jön? Ő kérdezte, hogy miért nem teszel már be egyszer egy lassút, mert például biztos felkérném azt, hogy a... Az Edith asszonyt. Nem engem, hát a barátnőjét, ugye? Uh-huh. És akkor lassú. Hát igaz, jogos egyébként. Csak ugye mindenki úgy gondolja, hogy benne van a bugi, akkor hát álljunk. De pont meg kell találni szerintem azt, mi a diszkóban hogy csinálták régen? Akkor is beraktak, hát be, nem? Be. És akkor utána fölpörgették, ja. Kis izével, és akkor nem kell, tudod például, hogy a Whitney Houston megy ki, milyen jó. How will I know? Na, csináld, gyere. Nem jó hangom van, nincs jó hangom. Az nem baj, de legalább tudod azt mondani. Whitney Houston, ez mekkora tényleg. Elkezdte ütni a mikrofonon a ritmust, és attól kezdve mindenki Magyarországon. Azt azért hallottam meg hangját. Ja, az megy kint a rádió. Jó, hogy lekapcsoltuk, nem? Az nem baj, az első, az number one első szám, amit Amerikában az esküvőkön kérnek, az a Whitney Houston. Na tessék, ez is jól elmondtam. Uh-huh. I want to dance with somebody. Igen. Az első számos. Na például ilyeneket is be kell jelentni már a diszkóban, csak szoktam. Vannak. Uh-huh. Szoktam. Mi is tudom. Ja, szóval úgy volt, hogy én rappel kezdtem. Jó, de mondjuk 6 óráig volt a diszkó otthon, ja. Igen. Mit tudom én, 8 óra addig, és volt időd mindenfélt berakni. Igen. Ja, hát úgy volt, hogy oké, hogy akkor mondtam, hogy ma a hip-hopnál tartunk, és akkor jött a... Csak végigmondja. Persze, végigmondom. Hip-hopnál voltam, és a Jutasi Tamás, amikor elkezdtünk diszkózni, mert hogy nála kezdtem el, mert úgy volt, hogy én először Gondolacinál elkezdtem itt ugyanúgy így segítkezni, és a Jutasi volt az egyik ilyen kedvencem, és oda mentem a házához, lakáshoz, bekopakam, és mondom, tanítsál meg diszkózni. Tudod, reggel 10-kor, ő pont akkor is valamikor haza, szerintem egy pár órája. Azt addig tolakodtam, amíg... De nem vagy te ilyen tolakodós típus, nem, tehát... Nem. Hát figyelj, az, hogy naponta 30-szor hívsz valakit, ez normális. Most igen. Nem szoktalak. Engem már nem lekoptál, nem. Igen. Na, szóval, és akkor, amikor pont akkor a 90-es években jött be ez a techno, és elkezdtük, mi kezdtük el úgymondva az első ilyen techno dolgokat, aztán a... De mondj már olyan slágert, amit mindenki ismer. Technóba? Aha, ami most már nem is techno, mondjuk a Too Unlimited, de azt most már nem technónak hívnál. Ja, de akkor annak számított. Akkor annak számított, meg voltak annál sokkal keményebbek is. Tudod, ilyen Ecstasy, meg a James Brown is Dead. Azok tök jók voltak. Közben ti vagytok a képen nyugodtan. Jó, de hát... Szóval, de most már kicsit kibírjátok. Ja, most már kimerünk. Most már. Szóval... Majd legközelebb is, jó? Yeah. Oké, okay, tehát érjük be ennyivel, és most legközelebb. Oké, okay, ti addig csináltok nekünk kávét, tehát mivel tovább beszélgetünk, mert köszönjük szépen. Egy dolgot csináltok. Még egy utolsót, jó? Egy utolsót, jó, felállok és kimegyek. Oké, mutatkozzatok be, légy szíves. Mondjátok el, nem mi mondjuk már. Lécike? Tessék. Bal kezem felől ülő, hosszú. Mit kell mondani? Úgy utálom, ez mutatkozz be. Hát hogy hívnak? Nem úgy, hogy anyukád egy kislányom gyere, hanem a mi a rendes nevet mondd el. Csipos Judit vagyok. Igen. Kis Edith. Most már lánykori nevem volt Edith. Oké. Okay. Neked lánykori neved? Vagy ez? És hogy hívnak nem még? Nem vagyok még férnél életem. Két gyerekem van is. És van egy férjem. A harmadik. Igen, neked? Nekem nincs férjem. Uh-huh. Gyerek? Az sincs. Na, hát sose lehet tudni.
Hogy van egy gyereked? Nem. Nem. Á, nőknél ott lehet hát tudni, azért... a fiúknál nem lehet. Ja. Hát tényleg nagyon köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy köszönjük a lehetőséget. Reméljük, hogy pluszpontokat szereztünk nálatok, és természetesen a vacsora az elég bőséges lesz. Te mikor fogsz udvarolni neked? Neked? Hát nem, Péter. Hogy átpasszolta? De várjál, akkor meséljük el, hogy ez összebújjunk egy kicsit minden, mint ma délután is például. Hogy a fiúknak nagy része nagyon szereti, ha összebújva alszanak. De én például az a százalékhoz tartozok, aki, hogyha alszunk, akkor aludjunk. És te ugye délután kitaláltad, hogy így kicsit bújjunk már össze meg minden. De nem azzal a célzattal, amit én várok ugye mindig, hanem csak nem, ugye haveri alapon. Nem? De. És még szépen fogalmazza. Nem, hát úgy szerettem, hogy megölelget. Tudod, ja, olyan hát, nem. Romantikus. Tudod, ez a kis kanál, nagy kanál, úgy látszik, mondják? Úgy látszik, hogy ez most mindenkinél ilyen top listán van, hogy... Olyan hiányos ez a része, nem? Bepótoljuk, jó? Ígérem. De várjál, ez most a kis kanálról beszélsz, az, hogy mondják, tudod, a spoon, tudod, a kis kanál, nagy kanál, amikor egy már... Kis kifli, nagy kifli. Igen. Az a lányok nagyon szereti, de a fiúknál az mi van, tudod? A kezem zsibbad, mert alattad van, a pofámba tele van hajjal, és kellemetlen merevedés. Szerintem, hogyha a nézőket megkérhetjük, akkor szóljanak hozzá, írják le a véleményüket. Szerinted mi van most februárban? Februárban? Hát ez rövidebb hónap, mint a többi. Igen. Vagy kevesebb igen, nap van. Igen, de mi közeledik? Milyen esemény? Hát nem tudom, a fiamnak a névnapja lesz, de mire gondolsz? President's Day. Ja, igen, az tényleg, bocsi. Ja, tudom, a Valentin napra gondolsz, igen. A szerelmesek napjára, meg Edith is, és tudom, hogy nagyon jól este nektek, hogy egy-egy nagy csokor virággal hazaállítsunk. Ebben igazatok van. Csak az a baj, nálam soha nincs cash, és itt a sarki virágosnál nem lehet csak cash-sel fizetni. De gyorsan tudsz futni. Igen, csak cash-sel lehet fizetni, drágám. Vagy adjál pénzt, vagy vedd meg magadnak, és akkor csináljuk úgy, mint hogy olyan romantikus. Te, Péter, én például megmondom őszintén, én mikor oda le van hajítva nekem az ajtó elé, tudod, a csomagküldő szolgált hozzá a csokor virágot vázával együtt, úgyhogy oldjam meg magamnak, tudod. Péter, így intézed? Hát ügyes. De legalább ő megrendeli. Ügyes. És akkor mondtam, hogy most már nem szeretnék ilyet kapni. Hanem, hogy hozza a kezében? Nem, hát nem, még az sem, nem tudom. Hát akkor figyelj, normális. Nem, mert tulajdonképpen, tudod, most az a virág, Oké, én virágkötő is vagyok, nem ittam én, de szóval így sajnálom, hogy ott azok hogy pár nap után így... Meghalnak. De én nem, mert a kisvörös úgy csinál, kiszárítja, utána lefújja én alka. Nem szállítok ki virágot, mert az nem igazán jó energiát ad. Igen? Uh-huh. Na, akkor kidobáljuk az összes ilyen... Porfogónak nagyon jó amúgy, meg pók izének, fészeknek, úgyhogy az pont jó. Na, kidobáljuk az összeset. Egy sem marad. Bocsánat. Egyszer kézzétek, elhúztam a függönyt, és érzem, hogy nem tudom húzni tovább a hálószobába. Húzom, nem, mi az Isten, nézem, opp, egy cserepes virág. Mondom, ez hogy került ide? És akkor mondta, hogy hát most beújított, mert hozta valahonnan. De... És akkor van egy ismerősünk a család, és ők, na most ezt még elmondom, és mindig azon volt kiakadva, hogy hát neki a... Nem mondom. Micsoda? Mindegy. Hogy miért mindig kap egy tőrózsát, érted? Nem tudom, mint be lehet ültetni a igen, hát kertbe, és akkor azért, mert azt mondja, mi van? Hát legalább egész évben látszott. Majd... Igazol. Ja, ez amúgy így ilyennek így örülnék amúgy. De hát ő nem ért hozzá, úgyhogy... Vegyél egy tőrózsát, elássátok hatalmas udvarotokba, úgyse azt találtok semmire. De ültetnéd, Peti. Tessék? De ja, hát most nem, az a baj, hogy ilyenkor a fagyban nem lehet elültetni, úgyhogy... Ja, igen, tényleg. De hát azt berakod a nagy vázába, a garázsba, elpakolsz, szépen fölneveled, tavasszal meg kiülteted a külső részre. Látod a garázsomat? Hát azért mondom, hogy elpakolsz. Oda mi gyufás doboz még befér, nem? Vagy már az se? Már az sem. Már azóta? Edith mindig teleteszi minden hülyeségem, mondom, az én garázsom, az én hülyeségem legyen benne. Na, igen, mert Péterék kertes házban laknak. Egy jó kis házban. Uh-huh, voltál már ott. Ja, ott sütöttük a halacskát. Halimalit. Ami... Azóta se. Azóta se? Hát nem, mikor sütöttünk. Hát majd nyáron fogunk, télen nem fogunk. Hát de az két éve nyáron volt, nem? De Covid volt. Most nyáron meg parázta a Covid. Meg tavaly évben már annyi minden történt. Annyi mindent nem meséltem még.
Na. Na, akkor legközelebb mesélünk még, viszontlátásra. Hát köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget. Mi maradunk még azért? Még egy picit lezárjuk a mai beszélgetésünket, és bármilyen kommentet kaptok, azonnal reagálni fogtok rá, ugye? Megígéritek? Igen. Ezt a menekülési pontot hallod. De most képzeld, lettünk volna egy plázában, bármilyen, ami éppen szimpatikus nekik, most nem azt mondom, hogy plázacicák, de bármi szimpatikus lett volna nekik, akkor még simán maradtak volna, helyszed? Persze. Na, de hát ez ilyen. Ja. Várj. Igen, azt a kettőt kellett tenni. Így, egy-kettő, hajj mi munkat. Hogy ne hallanád magadat? Hát figyelj, engem is hallasz, hallasz. Jöle. Nem tudom, mit se... De hallod, srát, mi hallak, mondjad? Ez megszűnt. De megy. Nyomog. Ha valaki mondjuk hallgatja ezt a műsort, akkor az Attila közben nyomogatja a gombokat, nem tudom, mit csinál, mert saját magát nem hallja, de engem hallasz. Jó, oké. Igen. Oké. Lenyomtam véletlenül. Mit nyomtál le? Közben a lányok, hogy ez zajlik az élet, megnyomtam a pauz gombot. Na, azért volt nagyon jó egyébként, hogy most beültek a csajszik, hogy akkor lehetett őket látni, földobták a műsort, legalábbis bennünket biztos, gondolom a kedves nézőket is, hát a kíváncsiak voltak rájuk, és egyébként hát millió ölelés nekik. Érdemes elgondolkozni ezen a Valentin napon. Mert ezt várni fogják. És most ezen nevetünk, és az összes férfi társam nevében szeretnék elnézést kérni a hölgyektől, de hát egyszer bepótoljuk mi is a hiányosságainkat. Nem tudom, tehát, hogy ez az összebújjós, alvós, virágos sztori is, én ettől szeretem. Mint az öreg székel, mondjam, a szólok, hogyha lesz változás. Ja, te is nagyon romantikus vagy. Sajnos, mondjuk gondolom, most mondják is egy pár, hogy látszik rajtunk, de hát mi ez a fajta, ez a típusú emberek vagyunk. De különben meg kell várni. A piros gomb az a kőgő gomb. Azt nyomtam be az előbb, igen. Azért nem hallottad. Nem, meg kell változni, mert tényleg figyelni kell, hogy mit szeretnek a lányok, mert különben a bomba... Péter, itt valami történik, wow! Igen, hallgatlak. Nem, mert tényleg rájöttem arra, tudod, hogy amikor én gyerek voltam, amit mondtam, tudod, hogy apukám nem volt ott, anyukám a öcsémmel foglalkozott, és egy csomó dolgot nem tanulsz meg. Amit igazából a szüleitől meg kéne, hogy tanuljál, és nem akarom ugyanezt visszaadni a gyerekeimnek, és ez így nehéz, de most akkor én elmondom, mint hogyha én terápiára járnák, így elmondom mindenkinek, hogy ezt szeretni kell a családodat, és nem csak, hogy szeretni kell, hanem ki kell is mutassad, mert legalábbis én nem, nekem lehet, hogy a betegség miatt is, vagy a nem betegség, hanem a Asperger miatt, hogy nem tudom kimutatni az érzéseimet. Erre az egyik azt mondja, hogy de a haragot azt ki tudom mutatni, csak a szeretetet. Igen, hát az egyik része kibújik, a másik része nem. Igen, ezt jól látják, kedves, és jól látjátok, kedves nézőink. Ezek a mókamatricák megérkeztek, ez hihetetlen módon, csak megpróbálom a témát elütni, hogy lassan akkor zárjuk a mókatárat mára. Miki mókatár? Ki az a Miki? Jól nézzünk, Miki. Az öreg móka, Miki, az hihetetlen volt. Ilyen matricákat majd mi elkezdünk osztogatni folyamatosan különböző rendezvényeken, meg hogyha lehet is lehetőség nyílik rá, akkor küldünk haza is Magyarországra, hiszen nagyon sokan néznek onnan bennünket, és föl lehet ragasztani autóra, a falra, a számítógépre, mindenhová. Hihetetlen jó. Te fölragasztod a számítógépet? Én nem ragasztom föl, mert vissza kell adnom majd a boltba. Na jó, hát köszönjük szépen, ennyi volt már a móka, találkozunk jövő héten is. Péter, köszi, hogy becsaltad a csajokat, ez a te büszkeséged a mai napra. És hát akkor ennyi volt. Bye-bye akkor, mindenkinek. Akkor így szokunk elmenni, így oda intingetni. Sziasztok! Feszítem a kezem, hogy úgy lötyök, vissza kell mennem judozni. Sziasztok!